Jó estét kívánok, üdvözlök minden kedves tévénézőt. Ez itt a Pszichotrillek Badics Petrával és dr. Kádár Anna Máriával. Szerbusz Anna. Szia Petra. Képzeld el, hogy a mai témánk nem más, mint a rajongás, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem sokan vannak, akik azt mondhatják, hogy a kamaszkoruk biztos volt egy olyan ember, akiért rajongtak. Na, lássuk ezt egy kicsit részletesebben. Szinte nincs is ember, aki élete során ne rajongott volna egy-egy sztárért, zenészért, színészért, vagy legalábbis a szomszéd fiúért vagy lányért. Ha a rajongókra gondolunk, akkor sokunknak elsőként a Beatles koncerteken csápuló, sírva, hajtépe zsikoltozó, akkor még fiatal, most már nagymamakorú hölgyek jelennek meg lelki szemeink előtt. De mi történik akkor, ha ez átlép egy bizonyos határt? Vagy ha mi is túlzásba visszük gyermekünk rajongásának támogatását? Illetve hogyan tudjuk a környezetünkben lévő rajongó figyelmét felhívni arra, hogy normális keretek között istenítse rajongásának tárgyát? Ezekre a kérdésekre keresünk a választ a ma esti Pszichotrillákban dr. Kádár Anna Máriával. Szóval azért ez egy nagyon furcsa helyzet, mert a rajongást általában negatívan szokták emlegetni felnőtt korba. De azért, hogyha belegondolunk, tényleg a kamaszkorunkig biztos van egy énekes, egy színész, egy bárki, akiért azért oda vagyunk. Jó, ennek biztos vannak határai, azt hiszem, hogy ma ezt fogjuk egy kicsit azért úgy megnézni. Mit jelent az pontosan, hogy rajongás? Tehát mit nevezünk már rajongásnak? Hát ugye ez is egy tág fogalom, mert hogy a skála egyik végén helyezkedhet el az, hogy felnézek valakire, követem, ismerem, szeretem, mondjuk ez a legenyhébb része, és a skála másik végpontján, amikor már bálványozom, amikor már betölti a teljes életteremet, amikor már csak azért élek, hogy mondjuk nem az, hogy megfeleljek neki, akár ez is benne van, de ő amúgy sem fog tudni arról, hogy én most megfeleltem neki, vagy sem, hanem az, hogy mindent tudjak róla, hogy egyszerűen nem csak identifikálódom vele, hanem szeretném, hogy mondjuk rá is hasonlítsak. Tehát nagyon sokszor például lehet látni azt, hogy valaki annyira rajong, vagy bálványoz valakit. Pont most nemrég láttam, hogy egy anya és egy lánya is átműtette magát, nem tudom, 40-valahány plasztikai műtéten keresztül, hogy valamilyen sztárhoz hasonlítson, mert annyira rajongtak érte, és annyira bálványozták, hogy olyanok akartak lenni, mint ő. Na, ez már egy patológiás véglet. Azt hiszem, hogy ilyenkor például már szakemberre van szükség. Hát igen. Hát jó, de mondjuk ő magától nem fog elmenni valószínű, mert ő ezt teljesen normálisnak tartja. Tehát akkor ezek szerint a környezetünknek kell felhívni a figyelmet, hogy azt hiszem, hogy ez kezd egy kicsit átfordulni a túloldalára, hogy nem csak tetszik és szereted és követed a munkáját, a karrierjét, mert mondjuk amiatt rajongsz érte, hanem már mondjuk átműtteted magad 40-szer, hogy úgy nézel ki, mint igen, ő. Szerencsé, ez már a ritkább eset, de hogy igen, valamikor a környezet is jelzi, hogy itt már valami nincs rendben, de nagyon sokszor ezt nem halljuk meg. Tehát ugye serdülőt is például le akarná beszélni arról, hogy most ne pont ezért a sztárért vagy szereplőért rajongjon, jóval nehezebb, sőt, hát most már prepubertás korban, 9-11 éves korban is megjelennek ugye azok a kulcsfigurák, akik valahogy betöltik egyféleképpen a családnak az életét is, mert hogy egy idő után a szülő is kénytelen ugye a posztereket nézni a falon, vagy hallgatni azt a zenét, amit a gyereke hallgat, vagy nézni mondjuk azt a sorozatot, amit a gyereke néz. Például van most ez a Violetta korszak a lányoknál. Hogy nagyon sok szülő például el kellett menjen a koncertre a gyerekével, és panaszkodott, hogy jaj, örül, hogy végre ki tudta ezt is bírni, de hogy nagyon nehéz a döntés, hogy most akkor megtiltom a gyerekemnek, elengedem-e egyedül, vagy akkor veszek egy mély lélegzetet, és valahogy megnézem én is a lányom vagy fiam rajongásának a tárgyát. Hát igen, sőt, hogyha már a szülő ebben segít, mert mondjuk tegyük fel, én mondjuk így a 2,5-3 éves korosztályt tudom behatárolni, mert ez van hozzám közel példaként, de hogy mondjuk veszem a keresztlányaimnak ezt a Peppás őrületet, vagy a különböző rajzfilmes őrületeket, a Tomás Szavonat, és sorolhatnánk, hogy az ennyi idős gyermekek miért vannak mondjuk megbolondulva, akkor a szülő mondjuk elkövethet ezzel kapcsolatban hibákat. Tehát itt értem mondjuk arra, hogy minden, ami Peppást megveszünk, akkor mostantól mert szereted.
Hogy a gyereknek az életében korszakok vannak, tehát hogy persze is edlükodban nem mond Peppa malacért foglaljongani, tehát az úgyis is lejár, ha megveszi, ha nem veszi meg. Igen. Viszont tényleg a gyerekekben ott van egyféleképpen ez a gyűjtő szenvedély, hogy erre is, és erre felfigyelt rengeteg ilyen reklámtárgyat gyártó cég, ezért van, mit tudom én, ilyen kis lehúzós kép, akkor ehhez album, akkor ehhez csésze, ehhez tényleg most már minden van, az öltözettől kezdve, egészen a dekorációs tárgyakig mindent megvehetsz, nem csak pepamalacosat, hanem még, még 226 féle más dolgot. Biztos, hogy ez nagyon fontos, hogy azért legyen egy határ, amit megszabok, hogy azt sem mondhatom a gyerekemnek, hogy na hát ez a pepamalac, ez hülyeség, és most ne nézed, mert kell a gyereknek azért valamilyen féle, nem is azt mondom, hogy minta, mert ez nem feltétlenül minta, hanem később már, hogy ott van a kortárs csoport, és hogy egyáltalán a kortárs csoportjából fog kimaradni, hogyha valahogy nincs témában azokkal a dolgokkal, rajzfilmektől kezdve azokkal a trendekkel, amik napnyi napot vannak a gyerekek életébe, akár a szerepjátéknál óvodában. Tehát, hogyha mindenki most Peppa malacosat játszik, és mondjuk csak az én gyerekem nem tudja, hogy mi az, hogy Peppa malac, akkor egyféleképpen ő hátrányban van ebben a helyzetben. De az nem azt jelenti, hogy most akkor el kell halmozni mindenféle ilyen dologgal. Igen, csak hogy mennyire élheti bele magát, vajon mennyire tudja a határokat a valóság, a reális dolgok és a képzeletbeli dolgok között, mert most itt most előhozhatnám akár a Harry Potteres korszakot is, amikor az egész világ meg volt bolondulva egy varázsló fiúért, és millió egy eset volt, amikor azt mondták, hogy a gyermek kiugrik az ablakon, mert azt hiszi, hogy repülni tud, és a palástja majd segíti, és volt egy kicsi botja, és elmondta a varázsigét, és ő azt hitte, hogy az majd segíteni fog. Tehát, hogy meddig hagyjuk azt, hogy ő ebbe higgyen és rajongjon érte, és hol van az a határ, amikor el kell mondani, hogy ez egy fiktív valóság, ez nem létezik, ez egy történet, amit mondjuk elmegyünk és megnézzünk a moziba, vagy elolvasott könyvbe. Persze ez nem ilyen egyszerű, hogyha tényleg az ember rajong érte, de hogy meg kell találni, azt hiszem, a gyermeknél ezeket a határokat, mint ahogy egy felnőtt sem tudja akár betartani, mert mondjuk 40-szer átműteti magát, és ő azt hiszi, hogy ez normális. Igen, hát az életciklusbeli sajátosságokat kell mindenképpen megfigyelni, és a korosztálynak megfelelő dolgokat adni a gyereknek. Ez nagyon-nagyon fontos. Amúgy is a valóság meg a fantázia kezdetben a gyereknél egy sikon helyezkedik el. Tehát ő 4,5 éves koráig nem tudja elkülöníteni, mi a valóság és mi a fantázia. Ezért jelenik meg rengeteg ilyen fantázia hazugság, ez a konfabuláció. Ezért van az, hogy felnagyítódnak a szorongásai, ezért nem szabad neki varázsmesét olvasni a 4,5 éves korszaknál hamarabb, mert ő egyszerűen nem érti. Vagy elviszed egy bábszínházba, és ő nem érti, hogy ez a farkas, az egy mintha farkas neki, az a farkas, és kész. Tehát, hogy ő tényleg fél tőle. Na most 4,5-5 éves kortól elválik ez a két sík egymástól, és már biztonsággal meg tudja különböztetni, mi a valóság és mi a fantázia. Például az is nagyon érdekes, az a kettős realitás egy gyereknél, hogy ő azt gondolja, hogy amit ő álmodik, és azok, akik az álmában is benne vannak, azok is ugyanúgy tudják, hogy mi történt. Például azt mondja egy gyerek az anyukájának, hogy anya, emlékszel, a tegnap álmomban megígérted, hogy fogsz venni nekem még egy fagyit, vagy utal valamilyen dologra, amit az anya nincs, ahonnan tudjon, mert a gyerek nem érti, hogy ez a két sík elkülönül egymástól, és mégis az igazi mesekorszak, amikor beleéli magát a mesébe, és olyan, mint hogy a tényleg ő is benne lenne az egész, amikor vége van, akkor ki tud lépni belőle, ez 4,5-5 éves kortól tart 8-9 éves korig. Tehát ez az a korszak, amikor tényleg ott van ez a vágyvilág, fantáziavilág, nagyon benne tud lenni, de ugyanakkor ki is tud lépni belőle. Ott van az a fantasztikus példa, amit egyszer egy óvodában láttam, amikor az anyuka beöltözött tavasztündérnek, és ott volt az óvodában az ő lánya, és mondta, hogy Hanna, hozd ide a meseládékot, és akkor a kislánya odahozza, és nagy csodálkozó szemmel ránéz az óvonénijére, lényegében az anyukájára, és megkérdő, de tavasztündér, te honnan tudtad, hogy engem hogy hívnak? Tehát látja az anyját, látja az óvonőt, de ő mégis tavasztündér tud belelátni. Tehát, hogy ez végig is nagyon jó dolog, hogy a gyerek ennyire benne van a történetben. Ez végül is nagy felelősség is, hogy milyen típusú történeteket, milyen típusú rajzfilmektől kezdve
miket ajánlok én meg neki, illetve miket lát a kortársai révén, és ezekkel hogy bánik. Na most ez a Harry Potter korszak, ez igazából a prepubertás kornak a sajátossága. Hát ez a 12-13, egész 14 éves korig voltak erre precedensek, hogy tényleg nagyon-nagyon beleélték magukat. Igen. De itt egyébként sorolhatnánk Gyűrűk urától kezdve még rengeteg ilyen dolgot. Igen, tehát hogy ez a 9 éves kortól lényegében ez már a reális történetek, de ugyanúgy benne van a varázslat, csak másféleképpen. Uh-huh. Tehát benne van a mágikus megoldás, de jóval bonyolultabb a történetszövés, már a szereplők nem fehér-feketék, hanem ambivalensek is tudnak lenni, tehát átváltozik a jó-rosszá. Uh-huh. Addig 4,5-5 éves kortól egész 8-9 éves korig fontos, hogy a jó-jó kell legyen, a rossz-rossz kell legyen. Tehát, hogy nincs átváltozás a kettő között. És amikor már a gyerek úgymond a prepubertás kortól egész serdülőkor végéig beléli magát, végülis azonosulási mintákat kap, mert végül egy könyvben pont ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk, hogy belebújhatunk rengeteg szereplőnek a bőrébe, rengeteg élethelyzetet kipróbálhatunk, rengeteg helyen ott lehetünk, hogyha ezek a belső képeink elkezdenek működni. Tehát végülis egy nagyon jó dolog, hogyha a gyerek benne van egy ilyen fajta világban, csak hogy tényleg az nagyon fontos, hogy érezze a realitást, mert például a számítógépes játékok esetében, amikor rajongva benne van egy játékban, nagyon sokszor az történik, hogy elszakad a realitástól, és csak abban a világban kezd el élni. Akkor most térjünk egy picit rá a felnőttekre. Azért itt is, hogyha úgy veszük és megfigyeljük a korokat, szerintem mindenki rajongott 18-19-20, de akár 25-30 éves korában is mondjuk egy zenekarért, vagy egy énekesért. A mai napig akár Robbie Williams koncertre 10 órákat állnak sorba, vagy hogyha csak a szüleim idejét veszük, egy Abba koncertre napokat képesek voltak utcákon aludni, csak hogy a sort kiállják és bejussanak egy koncertre. Tehát, hogy ez a rajongás végül is mindig megvolt. De ezt mindenki jó szemmel nézi, ez egy pozitív rajongás. Pedig, hogyha belegondolok, én nem tudom, hogy képes lennék mondjuk 3 napig sorban állni, és éjszakákat ülni az utcán, hogy akkor, és most meg fog érkezni, és én az első sorból nézhetem végig. Tehát, hogy akkor különbözőek vagyunk, nem mindegyikünket érint ez a rajongás. Persze, tehát, hogy van olyan személyiségtípus, aki hajlamos a rajongásra. Például, hogyha a konkrét kommunikációs típusokat nézzük, akkor a promóter típus az, aki teljesen bele tudja élni magát különböző helyzetekbe, és ő az, aki tehát, hogy nem csak ilyen sztárokkal vagy modellekkel szemben rajongó, hanem rajongó az egész életében, rajong ételekért, kávéért, rajong a szerelméért, de ugyanúgy a promóter esetében az van, hogy nagyon gyorsan vált. Tehát, hogyha valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné, valamiben csalódik, akkor a rajongás tárgya megszűnik, és akkor vált, és következik a következő korszak. Tehát, hogy ő nagyon könnyen oszti le. Ismerek olyan hölgyet, aki elmúlt 30 éves, és férje van 8 éve, és még mindig képes mondjuk, ha megszületik egy könyvből egy film, a színészért oda lenni, de úgy, hogy szerelmesen. Uh-huh. Tehát, hogy ez hihetetlen számomra. Igen, tehát, egyszer. Én mindig azt mondom, hogy megbolondulnak ilyenkor az emberek, tehát volt ez az Alkonyat könyv, meg a regény, és emlékszem, egyszer az egyik barátnő mondta, hogy ő például egyáltalán nem volt ilyen rajongó alkat, és ezért is lepett meg, hogy telefonon beszélünk, és mondta, hogy hát ő annyira szerelmes lett mert én még azóta sem láttam sem a filmet, meg a könyvet sem olvastam, de hogy valamelyik szereplőben, amelyik vámpírra változott, és majdnem szembe röhögtem, hogy milyen vámpirokban vagy te most szerelmes. Igen. És hogy ez érdekes dolog, mert hogy ugye benne lenni egy könyvben, az nagyon sokszor kivált benned ilyen érzést, hogy tényleg valahogy annyira azonosulsz egy szereplővel, hogy azt hiszed, hogy már te is részese vagy a cselekménynek. Igen. És nagyon sokszor ugye a film jelenti aztán majd később a kiábrándulást, hogy ja, hát én ezt nem is így képzeltem el, meg az Igen. én képzeltemben ez egyáltalán nem így zajlott. Nem tudom, tehát óriási számomra az, hogy egy könyvben például, hogyha egy ember így beleéli magát, én nagyon pozitívnak, tehát azért, mert én is hajlamos vagyok, tehát akkor tényleg kikapcsolom így a világot, és akkor megyek és utazok ezzel a világgal, amit én elképzelek, és ami az én fantáziám. De hogy mondjuk teszem azt egy színészért az egyik sorozatból a tévében oda legyek, és én figyeljem őt
még melyik darabba, és minden darabot innentől kezdve a színházba megnézek vele, az összes sorozatot, amiben szerepel, tudom, hogy milyen kenyeret eszik, és hol vásárol reggelente, és azt is tudom, hogyha ő mondjuk most a Törökországban volt nyaralni, akkor én tudja, hogy idén Törökországban megyek nyaralni. Igen, ez egy nagyon érdekes jelenség. Hát, hogyha belegondolok az én életemben, hogyha egy ilyen hosszú rajongás tárgyat keresek, akkor ez az egyik zenekar, a YouTube, amiért mind a ketten a férjemmel együtt rajongunk, most már nem olyan mértékben, hogy mindenhova elmegyünk, és mindenféle dolgot tudunk, de hogy nagyjából, amikor koncert van, akkor az nekünk egy ilyen kötelező dolog, hogy el kell mennünk. És az volt az érdekes, hogy ezelőtt 5 évvel, amikor Zágrebben a koncertjükön voltunk, akkor voltak olyan, ugye nem tudom hány órát kellett persze ott állni, ameddig bejutottunk, sok küzdőtér, stb. És ott szóba elegyedtünk emberekkel, meg kérdezgettük, és találkoztunk olyan személyekkel, hogy az volt a turnénak a neve, hogy 360 fokos turné, és mit tudom én, 20-valahány város volt, és voltak olyan fiatalok, akik végigutazták az összes várost, és minden koncertre elmentek. Tehát, hogy ez nekem egy olyan nagyon fura dolog volt, hogy oké, hogy egyszer elmész egy koncertre, vagy mondjuk maximum 2-szer, de most 22-szer ugyanazt a koncertet végignézni, az nem tudom. És akkor persze ott elemezték, hogy a múltkor ez így volt, és úgy volt, és akkor persze nagy küzdés volt, hogy bekerülni oda a színpad mellé, mert hogy akkor például volt egy srác, aki felnyújtott Bónónak egy esküvői meghívót, és végig remélte azt, hogy majd el fog menni az esküvé. Természetesen nem ment el, de már csak az a tény, hogy elvette tőle azt a meghívót, hát az életének a csúcspontja volt. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy valaki tényleg képes annyira beszűkülni, hogy ilyen dolgoktól teszi függővé például azt, hogy most az esküvő jó lesz, vagy nem lesz jó. Tehát attól még jó lehet az esküvő, hogy Bono nincs ott, vagy mit tudom én, pont CD-ről megy az ő egyik száma. Tehát hogy érdemes azért végülis ezeket a vágyakat egyféleképpen kordába tartani, mert ha nem, akkor nagyon át lehet esni tényleg a ló másik oldalára. Hozzuk még közelebb a dolgokat. Hétköznapi emberért rajongunk. Tehát igazából nem is tudom, hogy tényleg egy színészért, aki egy hétköznapi ember, tehát színházba bemegy, kijön, mondjuk egy rajongás, hol lehet ezt túlzásba vinni? Mert itt azért megközelíthető dolgok vannak, tehát itt nem az van, hogy mondjuk 800 000 ember közül végre bejutottam az első sorba, és felnyújtatom a meghívómat, hanem ha akarom, én tudom, hogy ő merre járhat haza, ha akar, én tudom, hogy tudom odaadni neki ezt a meghívót, hova szokott menni kávézni, ha mondjuk egy városba élek vele. Igen, tehát hogy ennek a normális része az, amikor tényleg követel, végignézem az előadásokat, és akkor mondjuk beszélek róla, és nem kell feltétlenül őt megismerjem, hanem egyszerűen csak tudok róla. Na most ennek a patológiás része az, amikor már követem, üldözöm, zaklatom, telefonom, mindent végigkövetek, mindenhez hozzászólok, és nagyon sokszor én azt látom, hogy nem csak színész, hanem akár közéleti személyiségtől kezdve, hát akár előadó, vagy bárki lehet úgymond a rajongásnak a tárgya. És találkoztál-e már ilyesmivel? Igen. Már azért te közéleti személyiség vagy. Tehát én csak annyival találkoztam, hogy egyszer azt hiszem a legelső könyvben mutató lehetett, és oda jöttek hozzám dedikáltatni a könyvet, és egyszer odalépett hozzám egy srác, és azt mondja, hogy én vagyok a te rajongód. Néztem, és majdnem úgy, tehát nekem ez annyira furcsa volt, hogy nekem van rajongó. Egyetlen egy személy volt, aki ezt mondta, tehát, hogy igazából jó, én nem találkoztam ilyen... Ki mondta, hogy rajongó, de hogy találkoztál-e olyan esettel, hogy neked ez már kellemetlen nem, volna? Nem. Eddig még soha. Tehát, hogy nem volt az, hogy tartok kapcsolatot emberekkel, vagy van olyan, hogy valaki egy kicsit közvetlenebb, és mondjuk esetleg tanácsokat kér, vagy megoszt velem olyan dolgokat is, amiket végülis nem velem kellene megosszon, de ez végülis írásban történik, és nem feltétlenül annyira zavarom, mert hogy akarok válaszolok, hanem nem. Tehát nem zaklat, úgyhogy akkor most írjak, és akkor most mondjam. Tehát egy közvetlenebb viszony van és néhány olyan személlyel. És minden ott van, és nem, olyan nincs. Nincs. Pszichológusként találkoztál-e már olyan emberrel, aki ilyen típusú lett volna? Tehát kellett-e már segítened ilyen emberre? Nekem személyesen nem, viszont ismerek olyan történetet, amit az egyik kollégám mesélt el, aki szintén előadó, most nem fogom őt megnevezni, hogy ő azt mondta, hogy neki az már nagyon-nagyon zavaró volt, neki több ilyen rajongója van, ő férfi és nő rajongók zsongják körül, és mondta, hogy a számára például nagyon kellemetlen, mikor az egyik nő rajongója este megáll az ablaka előtt, és mit a órákat ott áll, és nézi az ablakot.
Tehát, hogy például ilyen van. És legtöbb esetben, tehát, hogy nem tudsz feltétlenül te segíteni, mert ő is szakember, ugye, és akkor most nem tudsz tudom én is azt mondani, hogy na, akkor én most segítek rajtad, hogy ne én legyek a rajongásod tárgya, mert különben a terápiában, ez nagyon sokszor megtörténik, hogy van egy ilyen áttétel, ugye, mert az a tény, hogy valaki ott van, téged meghallgat, empatikus veled, az áttétel pont arról szól, hogy ezt a helyzetet egy kicsit tovább viszem én a saját képzeletemben, és úgymond egy kicsit szerelmes lehetek ugye abba a képbe, ami ott van, hogy mondjuk a férfi kliens szerelmes lesz a női terapeutában, meg a nő kliens úgymond a férfi terapeutában. És nagyon fontos, tehát hogy ez ugye a terápiás munkának egyik nagyon-nagyon fontos része, hogyan kezelem ezt az áttételt, és van a viszont áttétel, amikor én is úgy reagálok, mint hogyha ez egy igaz helyzet lenne. Mert hogy nagyon sokszor ugye egymással hímelnek helyzetek, mert hogy valakiben beleláthatok egy anyaképet, apaképet, szeretőt, férjet, bármit, mert ugye egy projekciós felület ebben a helyzetben, és ezt nagyon óvatosan kell kezelni, és ezt észre is kell venni. Hát ott van ugye ez a terápia című sorozat, és igen, abban is nagyon sok ilyen szám megjelent, és végig lehetett követni azt, hogy ki hol tart ebben a munkában. Igen, azért itt tényleg veszélyes dolgokba lehetett menni, mert nem egyszer és nem kétszer hallottuk azt, hogy valaki tényleg teljes mértékben ráállt. A környezet mit tud tenni? Tehát, hogyha mondjuk én a férje vagyok annak a nőnek, aki órákig mondjuk az ablak alatt áll, és nézi azt az illetőt, akiért rajong, akkor nem is tudom, hogy férfiként ez engem hogy érintene, és mit tudnék tenni. Igen, hát egy partner számára természetesen zavaró lehet, amikor a rajongás már túlmegy egy bizonyos szinten. Tehát, hogyha tényleg valakinek egy stabil párkapcsolata van, gyerekei, élete, hogyha mondjuk a napjának a felét azt tölti ki, hogy vagy híreket keres, vagy üldözi azt a szemét, vagy érdeklődik utána, akkor ez végül is egy kicsit arról is szól, hogy van egy dolog, ami jóval fontosabb, mint az ő egész családja, a párkapcsolata, és ez tényleg a kommunikációnak, illetve a kapcsolatnak a róvására is mehet nagyon sokszor, hogy itt tényleg érdemes leülni, ezekről a dolgokról beszélni, mert hogy ez szerintem nagyon sokszor egy hiánynak a kompenzálása. Tehát, hogy valamiért neki szüksége van arra, hogy ugye a rajongásának a tárgya, mert a vágy végül is az, hogy a rajongásának a tárgya őt viszont szeresse, elismerje, észrevegye, figyelmet tulajdonítson neki, és ez nem akárki kell legyen, hanem valaki nagy, valaki elismert, valaki híres, mert ő úgy érzi, hogy az én képe az úgy lehet teljes, hogyha mondjuk ismer valaki nagyon híres embert, vagy barátja egy nagyon híres embernek. Azt hiszem, hogy ezekben az esetekben saját magunk nem eszmélünk rá arra, hogy túlhaltunk egy határt, hanem a környezetünknek kell tényleg figyelmeztetnie, vagy szólnia, vagy esetleg segítenie ilyen esetben. Persze az egészséges rajongás szerintem nem olyan nagy baj, sőt, ez pozitív dolog. Sőt, az pozitív is. És azt hittem, hogy nagyon szeretem a YouTube-t, az szerintem még elfogadható. Persze, és elmegyek a koncertükre. De itt nem minden 22-re, hogyha elmenek egy hónap alatt. De itt ez nagyon érdekes, hogy amikor rajongsz végül is valamiért, akkor többször megtörténik az, hogy végül is az, amiért te szereted, abban benne van egy kicsit az előző élethelyzeted, mert végülis a mi kapcsolatunk erre a zenére alakult, és végül is nem is feltétlenül a zenekar, meg a zene nagyon fontos, talán az az életérzés, amihez kötődik az a valami, amit szeretsz. Tehát, hogy akár ez a része is lehet. És ez pozitív. Igen, vagy legalábbis annak hisszük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk, tehát akkor ez a tanács, hogy végül is ez lehet jó is rossz, és azt hiszem, hogy egy bizonyos határt nem szabad meghaladni, de mondom, a környezet ebben tud minket figyelmeztetni. Köszönöm, Anna, hogy itt voltál velem. Jövő héten is találkozunk, ugyancsak itt az Erdélyi Magyar Televízióban szombaton este 6:30-tól, addig is az RDFM-en csütörtökön este 8:00-tól, ugyancsak pszichotrillák. Köszönöm, Anna. Én is köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra. Viszontlátásra.